Idén is hangulatos adventi koncertet adtak a Tahitót falui katolikus templomban a Pollák Mihály általános iskola zeneiskolájának tanárai és növendékei. A hangversenyen Bach művei mellett egyéb romantikus darabok is felcsendültek, orgonán, zongorán és fuvolán. A Pollák Mihály általános iskola és alapfokú művészeti iskola zenepedagógusai hagyományos adventi hangversenyét a zeneiskola igazgatóhelyettese konferálta fel. Első műsorszámunként kérem hallgassák meg Johann Sebastian Bach ámol partitájának első tételét, Kubusné Verhás virág előadásában. Egyik kedves tanítványunk, Dénes Manka, immár 5. éve tanul iskolánkban zongora szakon. Manka előadásában ismét Johann Sebastian Bach muzsikája csendül fel, a G-moll menüettet orgonán adja elő. Manka felkészítő tanára, Gracl Erika tanárnő. Barokkor után a romantika kora következett. Felix Mendelssohn Bartholdy Herbstlied dallamát Mákó Miklós trombitán, Kökényi Kravcsik Ibolya orgonán adják elő. Ez a mű eredetileg zongoradarabnak készült 1836-ban, majd 8 évvel később írtak hozzá szöveget, így duettként adták elő, viszont előszeretettel szólaltatják meg különböző hangszereken is ezt a gyönyörű dallamot. Ezt követően ismét a barokkor következett, és ismét Bach. A C-moll menüettet Perényi Blanka adta elő, amit egy zongora négykezes követett. Bach 208-as kantátáját Kökényné Kravcsik Ibolya és Webe Attila játszotta el. Gabriel Fauré, francia zeneszerző, Sicilien művét eredetileg zenekari feldolgozásban komponálta Fauré. Egy félbehagyott színpadi produkcióhoz készült a dallam, melyet később cselló, zongora hangszerelésre írt át a zeneszerző. Ezt a dallamot fogjuk most fuvola, zongora átiratban előadni Kubusné Verhás virággal közösen. A hangverseny záró részében orgonadarabok következtek. Először Gracl Erika, César Franz orgonaművét adta elő, majd a végén a karácsonyi hangulat fokozásához a műsort egy csendeséi feldolgozás zárta.